Most, ha megfigyelték, a harcos befogadás párti európai politikusok, akik kaptak egy-két pofont a saját választóiktól némely időközi választáson, hirtelen ők is átvették ezt a szöveget, anélkül, hogy hivatkoznának ennek a forrására. A Orbán Viktor továbbra is rázák, ma, amit javasol, azt már mindenki azzal egyetért, mint a sárkodatét adja elő, de érdekes módon konkrétan senki nem tesz semmit. A migráció kérdései szóba jött Kövér László csütörtöki a Nemzeti Konzultációhoz kapcsolódó fórumán, melyet több mint 500 ember előtt tartott Pécsett. A Magyarországgyűlés elnöke ehhez kapcsolódóan kitért arra is, hogy néhány hazai ellenzéki és nyugat-európai politikus megpróbálja hazánkat ellehetetleníteni az Unióban. Úgy próbálják beállítani a magyar kormánya, a Fidesz-KDNP pártszövetség kritikáját a jelenlegi brüsszeli politikával szemben, mint hogyha mi az Európai Uniót gyengíteni szeretnénk, vagy ki akarnánk vezetni, uram, bocsánat, Magyarországot az Európai Unióból. Itt vagy szövegértési problémákról van szó, ez a jóhiszemű olvasat, vagy pedig szándékos rágalmazásról annak érdekében, hogy a magyar társadalomban, amelyik az Európai Uniós átlaghoz képest is pozitívabban viszonyul az Európai Uniós tagsághoz, abban megingassák a kormányba vetett bizalmat. Kövér László szerint nem csak hazánkat érinti ez a probléma, hanem minden olyan országot, amely kritikát fogalmaz meg Brüsszellel szemben. Az országgyűlés elnöke beszédében kitért arra is, hogy a 2018-as választás tétje nagyobb, mint valaha volt, ugyanis nem csak a belpolitikai csatározásokat döntheti el, hanem azt is, hogy Magyarország milyen irányba megy az Európa jövőjét alakító folyamatban. Ha az ellenzékre nézünk, akkor valójában az ellenzék most már nem csak a baloldali ellenzék, hanem a Jobbik is Brüsszel mellé állt, vagy Brüsszel mögé állt, gyakorlatilag, ha nem ismerik be valami, ténylegesen nem is erről szól a kommunikációjuk, de valójában a szuverén magyar nemzeti kormánnyal szemben Brüsszelt támogatja az összes ellenzéki párt, amiből az olvasható ki, hogyha 2018-ban nekik adnánk felhatalmazást a kormányzásra, akkor gyakorlatilag a migráns kérdés is eldőlne, akkor onnantól kezdve nem lenne olyan politikai erő Magyarországon többségben, amely képes lenne megvédeni a magyar emberek érdekeit. Kövér László éppen ezért arra bíztatta a fórumon megjelenteket, hogy a következő 10 hónapban az ismerőseiket próbálják megnyerni annak, hogy ahogy fogalmazott, az észérvek alapján döntsenek gyermekeik, unokáik jövőjéről.